Sziasztok, Dragonesz vagyok, nézzétek ti is a Facebookon, József... A Partiség az legújabb epizódja. A mai epizódban ellátogattunk ide alattjára a Zsíronda Festre. A mai napon itt van velünk Szecsai Attila, Oliver D, Dragonesz, Jamina, Bárány Attila, a USNK és a Katapult DJ is. Hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és tartsatok velünk a mai epizód folyamán is. Figyeljetek! Nagyon jól! Ez minek köszönhető? A hangulatnak! Hogyan, a kameroknak! Hogyan tudnád leírni az idei Zsíron de Festet? Pacek! Ennyi? Nagyon pacek! Hogy fogsz hazamenni? Taxival! Nem mondod, hogy nem sétálod le? De! Vagy Taliskába! Itt úgy szokás? Hát igen, vidéken! Nagy a buli, jó a buli! Hatalmas, hatalmas buli! Jövőre, jövőre is! Minimum ilyet, minimum! Hogyan foltátok ki magatokat a három napba? Egyik napra nem emlékszem. Hát igen, azért velem is megtörtént, de kurva jó! Nagyon jó! Most vagyunk itt először a megyébe, és egyből itteni tehetségekkel kell összefutnom. Szia, egy rövid bemutatkozást szeretnék kérni. Hát sziasztok, először is azt mondanám, hogy nem itteni tehetség vagyok, hanem Borsod megyei vagyok, és büszke vagyok arra, hogy borsodi vagyok. És Miskolcról ide jutottam, tavaly én nyertem meg a DJ versenyt, ami indult ugye a Zsíronda Fest nagy színpadén. És egyébként hogy néz ki a háromnapos program itt a fesztiválon? Mikor vagy? Hát nekem a háromnapos program úgy nézett ki, hogy a második napon léptem fel, egyébként meg a nagy itapultban találkozhatok vele, mint itt dolgozó, ugyanis kettő nagy szerelmem van. Az egyik az ital, a második pedig a hülye zene, úgyhogy... Kezd úgy a mondatot, hogy a Zsíronda Fest számomra! A Zsíronda Fest számomra a legkirályabb! Végre találkozunk személyesen is. Hello, sziasztok! Mit tudnál nekünk elmondani a Zsíronda Fesztiválról? Tanuld meg a nevét, Zsíronda Fest. Van ilyen szervezőm, a Peti, Zsíronda Fesztivál. Mondom, Peti, 5 éve Zsíronda Fest, nem baj? Jó, oké, akkor Zsíronda Fesztivál, nem, ez Zsíronda Fest. Zsíronda Fest, Zsíronda rendben, megjegyzem. Jó, és tudod miért Zsíronda Fest? Mert mindig zsíros kenyeret eszünk. Esküszöm ezért, tényleg ezért. Igazából a Zsíronda Festnek az alapja egy foci torna, ami 11 éve indult, maga a buli része pedig az ötödik. Hogyan készültetek most, milyen programokkal? Kettő színpadunk van, és van egy ilyen mini stage-ünk, ahol éppen deep soul. Igazán az egész évben szervezzük, hogy fellépők, most már szervezzük a jövő évét, hogyan alakul. Egy biztos mindig alatján focipálya is Zsíronda Fest, aminek az alapja mindig a labdarúgás, mert itt a nappal kijössz, itt állandóan fociznak a gyerekek, a felnőttek, különböző kísérő programok vannak, és akkor este felkerülnek a kordonok, és indul a Zsíronda Fest. Nem, hogy
volt kurva. Figyelj, 53 év az apámban él. És én vagyok az első gyerek. Elmúlt fél év elég tevékeny volt, leginkább, tehát sokkal inkább a fesztivál dolgokra való felkészülésben, de nyilván fellépésben is gazdag volt, hála jó Istennek. Úgy láttam, hogy a nevedhez kötődik a König Remember parti sorozat, erről mit tudnál nekünk röviden elmondani? Hát erről röviden semmit. Hosszan... Ugye, sziasztok, ő itt a süsű, itt a legkomolyabb. Igen, ő itt a sztár fellépő. Sziasztok, srácok, szevasztok. Hála jó Istennek, ez nem valamennyire kötődik a nevemhez, hanem szinte teljesen. Volt egy szórakozó hely Jánzben, amit König Brownnak hívtak, és én ott 2004 és 2010 között voltam házigazda. Gyakorlatilag, ha jól emlékszem, akkor majdnem, hogy az egyetlen. Volt néhány olyan ember, aki csatlakozott hozzá, de aki egyedül ezt végigvitte a Königgel kapcsolatban, teljesen ebben az időszakban az én voltam. És hát a König Remember az gyakorlatilag ennek az időszaknak egy zenei átölelése és felkarolása, mondhatni egy klasszik house-os sztori. És hát az a korosztály, illetve hát azok az emberek, akik annak idején ehhez a szórakozó helyhez kötődtek, ők ennek az egésznek a vendégei, és a motorjai, és a felhozói, és minden egyéb, amit teljesen pozitív irányból tudok csak elmondani. Már ebben az évben lezajlott 4 olyan buli, ami ehhez volt köthető, és hát gyakorlatilag ilyen I Record, Let Me Think About It, Fed LeGrand, Put Your Hands Up For Detroit, és barátai, Eric Morillo, tehát tényleg olyan dalok, amik ebben az időszakban voltak nagyon-nagyon észszerűek, és ezen a partin gyakorlatilag csak és kizárólag ilyen zenék szólnak, de hát erre jönnek az emberek, tehát hogy nyilván nevezhetnénk bárhogy, és köthetnénk bármilyen zenei forráshoz. Ennek ez az iránya, és úgy néz ki, köszönettel tartozom tényleg nagyon-nagyon sok embernek ehhez kapcsolódóan, jól működik ez a történet, és most itt a Giron de Festen is érkezik majd. Hello, szia, hogy érzed magad? Milyennek látszik? Imádom! Mit tudnál nekem elmondani a König Remember partiról? Annyit, hogy hatalmas buli, és örülünk, hogy meghívottként itt lehetünk. Jászberényben a bezárlak, Jászberény első számú szabaduló szobájából vagyunk itt, és örülünk, hogy itt lehetünk, és örülünk, hogy meghívtak minket. Szépen. Nagyon jó buli, nagyon jó a csapat. Ez kellett a környéken. Rég volt már ilyen buli, mint a Jászságban régen volt ilyen nagy buli. Itt vagyunk Oliver D-vel, szia, hello! Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hogy érzed magad? Hát itt a két stapos úriember itt a hátam mögött most már egyre jobban. Látom a Finlandiával. De így van, de nem kell figyelni, mert minden majd kisatírozzák egyébként. Tehát, hogyha körbenézek majd itt a... Majd jó, tehát ilyen a hangulat, látjátok? Tehát, hogy... A Giron de Fest. Ilyen. Tehát, hogy ilyen baráti... Valahogy úgy érzem, hogy a karrieredről, meg az összről nem most fogunk beszélni. Higgyétek el, hogy most lesz életem interjúja. Belövik a hajamat szépen fodrászként. Igen. Hogy most tudtál visszahívni? Véget keresek, Zsolti! Zsolti, apát hív! Keresek a másikon! Halló! Igen! Halló! Apa! Nem tudja, hogy bulizik a gyerek! Halló, pont most érsz rá? Nagyon fontos a... Jó! Figyelj csak, annyi volna, hogy igen, itt vagyunk! Nem! Figyelj, majd hogyha esetleg úgy alakul, akkor viszont alakítanék én is. Meg fogsz ismerni, fekete pólóval leszek, mint a többiek? Nem. Na, köszönöm szépen. Pici lapáttal, hogy beszéljek már? 8 éve nem iszik a Zsolti, ma is vezet, igen. Itt alszik nálunk, de vezet. Lovat. Hintót, meg lovat. Ilyen hintós DJ. A ló mi nyerít. Mit csinál? A ló nyerít. Téged keresnek, apát hív. Apu, ők itt nem komolyak egyébként. Tehát, hogy ő itt szőrös, tehát vele nem kell foglalkozni, ő egy állat. Ő itt az Ádi, ő meg a Csoki, de azért mondom, tehát, hogy abszolút nem kell velük foglalkozni egyébként. Milyen nézettséggel futtak a YouTube-on? Hát már most több mint 46 ezer feliratkozó van, több mint 8 millió kattintás. A legnézettebb zene az már mindjárt 4 millió, Petőfi Sándor rendőr paródia, az kegyetlenség ereget értem. Folyton büntet a rendőr, százszor tolja a csekket a gyors sajtásról, korrupt az összes F Magyarország, nyomjad a jattot, vagy fújjad a sondát. Hogy ide kerültetek a legelső sorba? Hát
Nagyon ügyesek vagyunk. Mi a trükk? Nagy darab vagyok. Hogyan? Ő meg nagyon szép és előre engedi. Mennyire tetszett a mai program? Itt volt velünk a USNK, Jamina, Bárány Attila, meg a Katapult DJ is. Never compare! Köszönjük szépen, hogy megnéztétek a mai epizódot! Tartsátok meg ezt a jó szokásokat! A mai napon itt voltunk Alattyánon! Igen! Fókuszos, kurva! Nem akarsz itt együtt csinálni a napot! Tartsatok velünk jövő héten is! Addig is sziasztok! Do 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 do